egy település közössége bővül, azzal az egész település gyarapodik. Most Balatonfűszőn a református gyülekezet temploma újul meg, és gazdagodik egy toronnyal. Balatonfűszőn a 40-es években alakult meg a református társegyházközség, és az évtized végére, a nehéz körülmények ellenére templomot is sikerült építeniük. Az akkori lelkipásztor Bolla Ferenc nagy tiszteletű úr és a hívek odaadó szolgálatának hála. De éppen ezek a zivataros idők nem tették lehetővé, hogy teljesen elkészüljön a templom. Most végre torony is kerül az épületre, és egyéb felújítások is megtörténhetnek. Balatonfűszfő egy kis református közösség, de egy élő és buzgó közösség. Egyre stabilabb és egyre több fiatal jár ide. Úgyhogy látjuk a jövőt, és ez valamennyire az épületeinken is látszik, hogy folyamatosan bővülünk, fejlesztünk és megújulunk. És hát természetesen a templom az a lelki ház, ahol hétről hétre a vasárnapi istentiszteleten összegyűlünk, miközben a nyári táboroztatások ideje alatt egy lelki térként is működik, és nagyon örülünk, hogy ezt a templomot most teljesen fel tudjuk újítani. Már 2 évvel ezelőtt elkezdtük a nyílászáró cserékkel és a belső alzat újraburkolásával, és most a tető felújítása történik, és a külső újraszínezése a templomnak. Miközben ez régi álmunk, egy tornyot kap a templom. Ez már látszik, hogy készülőben van, úgyhogy a templom tetejének a héjazata is megújul, és hozzá lesz igazítva ez az új toronyhoz. És ez az új torony és az épületnek a teljes egysége az úgy mutatja majd az összképet, hogy vöröskőből fel lesz falazva a főbejárat, 2 méter magasan, és arra még egy toronyhoz illeszkedő előtető fog épülni. És igazából, ha az elkészül, akkor látszik majd teljes szépségében, mert ez emeli ki magát az új tornyot is. A templom környéke 1990 óta épül, szépül. Eleinte egyházmegyei támogatásokból, majd a tábor, a később szálláshelyjel kialakított gyülekezeti ház bevételeiből. A hosszú évek alatt minden befolyt támogatást visszaforgattak, hisz a gyarapodó gyülekezet magával vonzotta az infrastruktúra fejlesztésének igényét is. Közben azonban az utóbbi években az Emberi Erőforrások Minisztériumától kaptunk kisebb, majd nagyobb támogatásokat, és ezekből a forrásokból, amit innen is nagyon köszönünk, a teljes épületegyüttesünk megújulhat. Mi ezért nagyon hálásak vagyunk, mert egyébként nagyon sokan félreértik ezeket a finanszírozásokat, hogy akkor itt hadd tegyem egyértelművé és világossá, hogy a Dunántúli Egyházközület és a Magyarországi Református Egyház összes gyülekezete önfenntartó. Azokból az adományokból él, fizeti a rezsit, tartja el a lelkészt, amit a hívek összeadnak. Ahol ez esetleg nem valósul meg 15-20%-ban, mert olyan kicsi a körzet az adott gyülekezet, hogy az egyház a belső forrásaiból segít ezeknek a kipótlásában. Viszont az egyház finanszírozás attól kezdve, hogy annó elvették az egyháznak gyakorlatilag minden működő vagyonát, és igazából csak az ingatlan kárpótlás történt meg, semmi más egyéb kárpótlás, az egyháznak nincs működő vagyona. Tehát mi csak úgy tudunk fejleszteni, tovább lépni, hangsúlyozom, hogy önfenntartók vagyunk, hogy ez külső forrásokból valósítható meg, olyan esetben, ahol az egyház szolgálatát, társadalmi jelenlétét valóban fontosnak és áldottnak tartják, hiszen valahol jelen vagyunk a társadalomban, és a
az emberek lelkét, közérzetét, békességét javítjuk, közösségeket építünk. Most arról nem is beszélek, hogy különböző intézményeket tartunk fenn, ami hát valahol szintén a közéletben való részvétel, és hát ez már olyan forrásokat igényel, amiket az egyház nem tud előteremteni. De azért tényleg ez egy nagyon fontos mondat, hogy még ennek ellenére is Füszfön megtörtént az a csoda, hogy azon túl, hogy ez a kisközösség önfenntartó volt, 20 évig saját erőből fejlesztett is. Tehát sokan félreértik az egyház finanszírozás kérdését, mert egyáltalán nem ismerik ennek a hátterét. Az egyháznak nincs működő vagyona, amiből tovább léphessen. Ha visszakapjuk, akkor működni fog egyébként, és tudunk olyan forrásokat termelni, amiből bőven meg tudunk majd élni. A toronya városképet is formálja, hisz már a 71-es útról is jól látható. A remények szerint elkészültével harang is kerül majd bele, így végre harangszó hívhatja majd istentiszteletre a Balaton-Fűzfői református híveket.